אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 547, חלק מאמרי שמעתי. Tehát a Samati könyvből fogunk olvasni, kérdéseket föltenek abba a tévén keresztül. A kiválasztott kérdések ki lesznek sugározva a lecke során. Tehát Samati az ország nyeresége, ez a 34-es cikk. Ismert, hogy semmi nem jelenik meg a maga valódi formájában, csak is kizárólag az ellentétével. Ahogy a fény a sötétséggel együtt létezik. Ez azt jelenti, hogy minden egy másik dologra mutat rá, és az ellentétes dolgával együtt érzékelhető valaminek a létezése. Ezért lehetetlen elérni valamit a maga teljes tisztaságában, hogyha az ellentéte hiányzik. Például lehetetlen azt mondani, hogy valami jó, hogyha az ellentéte hiányzik. Ez ugyanaz a keserű, az édes, a szeretet és a gyűlölet, az éhség és a jólakottság, a szomjúság és a telítettség, elválasztottság és az összetartozás. És ki fog derülni, hogy lehetetlen eljutni a szeretettel való összetapadáshoz, mielőtt meg nem szereztük volna a gyűlöletét az elválasztottságnak. Ahhoz, hogy ezt elnyerjük, hogy gyűlöljük az elválasztottságot, az embernek először meg kell ismernie, hogy az elválasztottság egyáltalán micsoda, azaz, mitől van az ember elszeparálva, és akkor kijelenthetjük, hogy az embernek ezt a szeparációt kell korrigálnia. Más szóval, az embernek meg kell vizsgálnia, hogy mitől és kitől van ő elválasztva. Ezek után az ember megkísérheti önmagát ahhoz kapcsolni, akitől egyébként elválasztva lenne. Ha például valaki megérti, hogy neki előnye van avval, hogy valamihez kapcsolódik, akkor tudja, hogy mit fog veszteni, ha el van választva attól. Tehát a nyereség és a veszteség az az örömmel mérhető, és a szenvedéssel. Amikor valaki le van választva valamiről, amely szenvedést okoz, és gyűlöletet, akkor a távolságnak a mértéke az a szenvedés mértékével mérhető, mivel az emberi természet megpróbál menekülni a szenvedéstől, ezért az egyik dolog függ a másiktól, azaz abban a mértékben, amennyire mértékben kiterjed a szenvedés, ez mindenféle cselekedeten keresztül próbál megszabadulni attól, amitől szenved. Más szóval, a kín gyűlöletet okoz a dologgal szemben, amely a kínt okozza, és ebben a mértékben próbál valaki távol kerülni mindentől. Ebből következik, hogy az embernek tudnia kell, hogy mi a formaegyezés a teremtőben, annak érdekében, hogy tudja, hogy lehet elérni az összetapadást, amelyet formaegyezésnek nevezünk, és ezáltal az embernek tudnia kell, hogy mi a formaeltérés és az elválasztottság, és ismert a szerzőktől és a könyvektől, hogy a teremtő az végtelen jóságú. Ez azt jelenti, hogy az ő irányítása az alsó felé jóságosnak tűnik, ezért nekünk hinnünk kell abban, hogy amikor valaki megvizsgálja a világ irányítottságát, és elkezdi megvizsgálni önmagát is, vagy a többieket, hogy ő mennyit szenved a felső gondviseléstől, nyilván megérti, hogy miért nevezik a teremtőt jóságosnak, és akkor ez nem okoz problémát, hogy az ember azt mondja, hogy a teremtő jóságossága és bősége végtelen. Azonban tudnunk kell, hogy ebben az állapotban, amikor az ember nem tudja azt mondani, hogy a teremtőben csak jó dolog van, az bűnösnek tekinthető, mivel a szenvedés az valóban ő teremtővel ellentétbe fordult. És csak amikor az ember látja, hogy a teremtő valóban örömökkel részesíti az embert, és ezt a teremtőnek tulajdonítja, azaz, hogy a bölcseink mondják,
ki az igaz, az, aki igazolja az ő teremtőjét. Azaz, ő, aki azt mondja, hogy a teremtő a világot egy az igazak módján vezérli, így. Amikor valaki szenved a teremtőtől való távolságtól, mivel ezért természetesen gyűlölni fogja a teremtőt, mert ez kínokat okoz majd neki. Ennek megfelelően, amikor valaki szereti a teremtőt, akkor tudja ezek az ellentétét. Tehát már ismeri a teremtő gyűlöletét is. Ez ennek megfelelően mit kell az embernek tenni annak érdekében, hogy eljusson a teremtőre irányuló szeretethez. Ebből kifolyólag nekünk meg lett ígérve a Tóra és a parancsolatok foglalkozásaiból adódó gyógyszer, a reformáló fény. Tehát van egy fény, amely megengedi az embernek, hogy érezze az elválasztottságnak a fájdalmát, és lassan, ahogy az ember megpróbál megszerezni a Tórának a fényét, a gyűlölet, a szeparációnak a gyűlölete megteremtődik benne, az azt, hogy elkezdi érezni azt, ami azt okozza a lelkének, hogy le van választva a teremtőtől, és messze van tőle lökve. Így. Az embernek hinnie kell, hogy a teremtő gondviselése jóságos, azonban mivel az ember el van merülve az önszeretetben, ilyen értelemben a formaeltérés megjelenik az emberben, mivel megjelenik egy korrekció, amit adakozásnak tekintünk, amelyet formaeltérés, formaegyezésnek nevezünk, és kizárólag ezen a módon tudja az ember megszerezni a fényt és az örömet, a képességet, hogy a fényen és az örömön kívül a teremtő valóban oda akarja adni az a megszerzőnek, és ha nem ezt érzek, hogy gyűlöletet is leválasztottságot fog érezni, és az embernek meg kell tudnia különböztetni ezt a hatalmas előnyt, amely a forma egyezésből adódik, amikor el kell sóvárogni az összetapadásra, és ennek megfelelően minden forma egy új formára mutat, így. Az összes emelkedés, amit az ember érez, amihez az a szeparációból indul, a lehetőségből, hogy az ember képes legyen megkülönböztetni valamit a saját ellentététől. Már szóval, az embernek meg kell tanulni az előnyeit az emelkedésnek és a zuhanásnak. Különben az ember nem lesz képes elfogadni a fontosságát annak, hogy amit felülről kapott avval, hogy maga ez akar emelni a teremtő, és akkor nem lenne képes a fontosságot sem megkülönböztetni, amit ebből következik, hogy amikor az ember valóban ételt kap, anélkül valaki érezne étvágyat. És akkor majd ki fog derülni, hogy a zónás, amely valóban az elválasztottság ideje, adja meg az összetapadás fontosságának az érzését az emelkedéshez, mert az emelkedés adja meg a zónás gyűlöletét, az elválasztottság gyűlöletét. Máskülönben az ember nem tudja, hogy mennyire negatív a zónás, amikor valaki a felső gondviselést vádolja, akkor nem csak, hogy érzi, hogy ki az, akit vádol, hogy tudja, hogy valóban neki bűnösséget kell nyernie egy ilyenfajta bűntől. Ezt nevezzük úgy, hogy a teremtőt vádolni. Ebből következik, hogy pontosan, amikor az ember mind a két formát elnyeri, képes megkülönböztetni a távolságot az egyik szélétől a másikig a dolognak. Ilyen értelemben a fény legyőzi a sötétséget, és csak akkor mondhatja az ember, hogy az összetapadással mi történik, hogy az öröm és a félelem nem szerezhető meg másképp, mint hogy az ember valóban megérti egyrészt a vágyát a teremtőnek, hogy jót akar tenni a teremtéssel, és minden, ami a szemünk előtt megjelenik, hogy az összes rossz dolog, az semmi más, mint az, amit a teremtő akar tőlünk, rossz úton próbál megvalósítani. Azaz, hogy nem tudjuk elérni a cél teljességét a teremtő által megadott eszközökkel. Mégis nem annyira egyszerű megszerezni a teremtővel összetapadást,
Ez komoly erőfeszítést kíván, hogy megszerezzük annak az érzékelését és érzését, hogy mekkora fény van elrejtve ebben. Ezt megelőzően az embernek igazolnia kell a felső gondviselést, hinnie kell az értelmfeletti hitben, hogy a Teremtő valóban jó módon látja a teremtményeket, és mondhatjuk, hogy van szemük, de nem látnak, és ahogy a bölcseik mondják, Habakuk jött, és leírta nekik, hogy egy, ahogy írva van, az igazak valóban a saját hitében kell, hogy éljenek, ami azt jelenti, hogy az embernek nem önmagával kell foglalkoznia, hanem a teljes munkáját egyetlen pontra kell koncentrálnia, egy szabályra, amely a Teremtő vetett hit. Ez az, amiért imádkoznia kell, azaz, hogy a Teremtő segíteni fog neki, és ezzel képessé teszi az értelmfeletti hitbe való felemelkedésre, és a hitben kell megjelenjen az erő, amin keresztül az ember eljut a gyűlölethez és az elváltottsághoz, ez tekintető úgy, hogy hogy gyűlölni közvetlenül az elváltottságot. Azt is láthatjuk, hogy egy nagy különbség van a hit, a látás és a tudás között. Tehát valamit láthatunk, és ismeretünk is, hogyha az értelemben szükségszerűen érezhető, hogy ez a dolog jó, akkor a döntés elegendő ahhoz, hogy az ember el tudja dönteni, hogy összekatapodni vele, vagy nem, más szóval. Az ember végrehajtja a döntést úgy, ahogy ezt eldöntöttem, mert az értelem támogatja őt minden egyes cselekedetben. Tehát, hogy egyáltalán nem kell megtörni azt, amit az értelem sug neki. Tehát próbáljuk megérteni, mit jelent az, hogy 100%-ban támogatja az értelem az elért döntést. Azonban a hit, amely potenciális egyetértési lehetőséget teremt csak. Más szóval, az embernek túl kell, ne szóval túlértékeni az értelmet, azaz valóban tudja, hogy érdemes dolgozni valamiért az értelemfeletti hit állapotában, ezért az értelemfeletti hit valójában az a cselekedethez is elég, amikor az ember hisz abban, hogy ez így van, csak akkor tud az értelemfeletti hitben erőfeszítést tenni a munkában. És ezzel ellentétben, amikor valaki hisz az értelemben, azaz valóban valamikor az értelem elgyengül, az ember nem láthatja meg azonnal a munkának az értelmét, mert az értelem nem támogatja őt, és azért az embernek magára kell vennie az értelmfeletti hit terhét, kérnie kell a Teremtőtől. Azonban, amikor az értelmében megragadja azt, hogy ez egy rossz dolog az ő számára, valami, ami az akár az életét is kockáztatja, akkor nyilván nincs szükség az embernek részletes magyarázatra, hogy miért veszélyes az ember számára, hanem sokkal inkább az embernek valóban teljes egészében meg kell vastani az értelmében a gyakorlatban azt a dolgot, amit az értelem súg az embernek, hogy mi a jó és mi a rossz, és ezért az embernek követnie kell ezt a döntést. És nekünk látnunk kell a különbséget, hogy mi az, amire az értelem kötelez, vagy amihez már csak a hit tud kötelezni minket, hogy mi az oka annak, hogy az ember, tehát állandóan emlékeznünk kell a hitnek az erejére, különben az ember lezuhan a saját szintjéről, a bűnösség szintjére. Ez az állapot pedig egy akár egyetlen napon belül is megtörténhet, amikor valaki lezuhan a saját szintjéről, mert lehetetlen az értelemfeletti hit állapotában lenni állandóan, akár csak egyetlen perce is egy napon belül. Tudnunk kell, hogy az oka annak, hogy az ember meg kell szerezni a hitet, az abból a tényből árad, hogy az értelem feletti hitbe kell emelkedni, és az értelem az ellenében van a test összes vágyának, mivel a vágy, a testnek a vágya valóban a természet által van belenyújtatva, amit kapnakarásnak nevezünk, legyen az értelem vagy szív, ezért a test mindig, ami természetnek megfelelően kerül közelebb hozzánk, és csak amikor az ember a hithez közeledik, történik meg az,
hogy a testi vágyakon kívül is tud az ember létezni az értelem fedett állapotában. Azaz, amikor az ember fölémelkedik a test értelmének, és így, mielőtt az ember megszerezné az adakozásnak az edényeit, amit összetapadásnak nevezünk, a hit nem található meg az emberben egy állandó szinten, és amikor a fény, nem, a hit nem ragyog az ember fölött, akkor az ember azt hiszi, hogy a létező legalacsonyabb állapotban van, és hogy ez mind azért jön, mert valóban formaeltérés van a teremtővel, amely a kapni akarása az önmagam számára. Ez az elválasztottság pedig mindenféle kínokat okoz az embernek, rombolást, lerombolja az épületét, amit épített, és minden erőfeszítés, amit a munkába tett, lerombolódik. Az ember azt látja, hogy abban a pillanatban, amikor elveszette a hitet, ez a legrosszabb állapot, amiben az utat elkezdheti az adakozás irányába. Ezért meg kell szereznie az elválasztottság lényegét, a gyűlöletet, mivel azonnal elkezd érezni a kínokat önmagán belül és az egész világ irányában. Nehéz az embernek valóban igazolni a teremtmények feletti pozitív gondviselést, hogy az jóságos és jó, és akkor az ember elkezd érezni, az egész világ valóban sötét be van borulva, és hogy semmilyen örömforrás nincs a világban. Ezért minden alkalommal, amikor az ember elkezdi korrigálni azt a hibát, hogy vádolja a felső gondviselést az elválasztottságért, akkor a gyűlöleten keresztül, amit érez az elválasztottsággal szemben, valóban az összetapadás szeretete alakul ki. Más szóval, abban a mértékben, amire szenvedést okoz az elválasztottság, valóban az ember egyre közelebb vonza magához az összetapadás a teremtővel. Ehhez hasonlóan, ugyanabban a mértékben kell érezni a sötétséget, hogy az rossz, és így kell eljutni az az érzéshez, hogy az összetapadás jó, és akkor az ember megérti, hogy hogyan kell értékelni azt, amikor valamilyen mérték összetapadást kap a teremtőtől, és idővel az embernek tudnia kell, hogy hogyan kell azt értékelnie. És akkor láthatjuk, hogy az összes kín, ami a világban létezik, az valóban az igazi kínokra való felkészülés. Ezek a kínok azok, amit az embernek el kell majd érnie, különben nem lesz képes megszerezni semmit, ami spirituális, mert nincs fény edény nélkül. Ezek a kínok, ezek valódi kínok, amiket úgy nevezünk, hogy vádolása és követelés a felső gondviselés szemben, ezért nem szabad vádolni a felső gondviselést, mert ezek a kínok, azok a teremtő által elfogadottak. Ez a jelentése annak a mondásnak, hogy a teremtő meghallja az imát minden szájról, az ok pedig, hogy a teremtő csak bizonyos kínokra válaszol, az az, hogy ha az ember nem kér a saját megszerzése érdekében segítséget, mivel nem tudjuk kijelenteni, hogyha a teremtő valóban garantál neki, hogy mindent megad, amit kíván az ember, akkor egyre messzebb kerül ezáltal a teremtőtől a formaeltérés okán, és akkor amit az embernek elért, és ezért éppen ellenkezőleg, amikor valaki kér hitet, hogy a teremtő adja meg neki a megerősítést, és hogy nyerje el a formaegyezést, akkor az embernek látnia kell, hogyha nincs állandó hite az embernek, azaz a hit nem ragyog állandóan az ember felett, akkor eljut előző a gondolathoz, hogy elkezd problémásnak látni a felső gondviselést, és akkor megjelenik az állapot, amit gonosznak tekintünk, amikor ő valóban a teremtőjét okolja mindenért, és az összes szenvedés, amit az ember érez, az azért van, mert ő vádolja a gondviselést, és az is ki fog derülni, hogy ami igazán fájdalmat okoz az embernek, az, hogy dicsőítenek jelen a teremtőt, és azt kéne mondani, hogy áldott vagy te, Uram, aki ezt a dicsőséget teremtett, a saját dicsőséget megteremtettél engem, az, hogy mint teremtmény elfogadjam a teremtőt, mert lássam, hogy a világ irányítása teljesen megfelel a teremtő dicsőségének, mivel mindenki arra irányul, hogy a feltárt gondviselés megtapasztalja, és hogy a világot a teremtő jó és jóságos módon irányítja, mivel ez nem tárul fel az ember számára, ezért nem mondhatja az ember, hogy ez a gondviselés még nem dicsőségesen ragyog az emberem. Így a kínok által az ember érezheti,
hogy őt kötelezi a történések arra, hogy vádolja a Teremtőt, és ezért, amikor az ember kéri a Teremtőt, hogy adja meg a hitnek az erejét, és hogy elnyeres az ember a gondviselésnek a felismerését, az nem azért kell legyen, mert ő jót szerez meg a munkából és a fényből önmagából, hanem sokkal inkább azért, mert az ember nem akarja vádolni a Teremtőt. Ez az, hogy az embernek fogalmat okol. Önmagában az ember hinni akar az értelmfeletti állapotában, hogy a Teremtő a világot egy jóságos módon irányítja, és hogy az ember valóban hinni akar annak az érzékelésében, ami az értelemben jelenik meg. Ezért, amikor az ember végrehajtja a Tórát és a parancsolatokat, az ember ki akar terjeszteni Istennek a fényét, nem a saját maga számára, hanem mivel ő nem tudja igazolni a felső gondviselés erejét, amely valóban a bőség és a jóságosság. Ez fájdalmat okoz az embernek, és ezért hívja az ember a Teremtőt mindenhatónak és jónak, mert különben a test ellenáll, és annak, ami fájdalmat okoz neki, mert azáltal, hogy az elválasztottság érzése van a test, nem tudja a Teremtő gondviselését igazolni. Ez tekintető úgy, hogy gyűlölni az elválasztottságnak az állapotát, és amikor az ember érzi ezt a szenvedést, akkor a Teremtő meghallja az imát az ember ajkáról, közelebb emeli az embert magához, és akkor az ember elnyeri az összetapadást, és ez azért van így, mert a fájdalom, amit az ember érez az elválasztottság miatt, az összetapadás felé tolja az embert, és akkor ki lehet jelenteni, hogy ilyen módon a fény legyőzi a sötétséget. Ez a jelentése annak, hogy az ország nyeressége mindenféle módon értelmezhető az ember számára. Az ország az a teremtés, azaz mindenféle módon érzi az ember a teremtés előnyeit, amit a Teremtő állít elő, és ezért az összetapadás és az elhatottság érzéseink keresztül az ember elnyerheti az összetapadást, hiszen a Teremtő gyökere mindennek. Kérdések, Szergej Moszkvából kérdezi, hogyan érhetjük el a valódi kínokat, azáltal elfogadjuk a Teremtőtől, azt, hogy a Teremtőtől mindennek. Fokozatosan mondja rá, de nem az a lényeg, hogy a szenvedés a Teremtőtől jön, hanem sokkal inkább azt kell elfogadni, hogy az embernek folyamatosan meg kell különböztetni az állapotait, ami a megszerzési természetből mi következik, és hogy kell ebből átlépni a Teremtőnek az állapotának az érzékeléséhez. Tehát fokozatosan el kell kezdenünk felfedezni azt, hogy mi okoz igazán szenvedést az embernek. Kezdve a fizikai szenvedéstől és a spirituális szenvedésen keresztül így kell megkapnunk azt, hogy valóban az ember ne zuhanjon a leválasztottságnak az állapotába. És azzal kezdődik, hogy az ember érezze azt a gondot és vágyat, amit az elválasztottság okoz. A Teremtőtől való forma eltérés. תלמיד מקבוצת נהריה, על ידי מה מצמצמים או מקצרים את ההפסקות מלמעלה מהדעת. עם הדברים שלנו שזה אפשר לעשות עם האוזנייה בכל מקום להשתדל מאוד עוזר חיזוק בקבוצה תעת הולדת הולדת מגרושית תעני
magunkat a csoportban, hogy ebben a csoport segít sokat magyarok. Ez az eszköz, amit mi állandóan meg kell, hogy beszéljük. Nincsen itt több dolog, tehát hogy ezt mi elkezdtük a cikk elején, tehát az embernek akarnia kell látni a spiritualitást, és ahhoz fel kell fedezni, hogy a spiritualitás valóban az ezen keresztül ragadható meg. Tehát a tízes kör az, amikor egyetlen ponttával vagy össze a tízesnek a pontja, amikor összekapcsolódnak egy kölcsönös adakozásban, és ezen keresztül láthatod meg a teremtőt. Ez egy egyszerű dolog. Hogy láthatjuk azt, ami ott van, az a vonal? Hogyha itt van a fókuszpont, vagy a lencse, teljesen minden, a fókuszról áll a lencse, amelyet rá tudunk fókuszáltatni a dolgokra, amott meg a csoport van. Tehát ott ki és ott meg a csoport. Tehát a csoporton keresztül tudom meglátni a teremtőt. Ez egyértelmű. Tehát a dolognak ez a lényege, mondja Rav. Ez az, ahogy ez kiépül, ez az, hogy a kamera dolgozik, ez az, hogy minden érzékelés dolgozik, minden érzékelés valóban ezen a módon dolgozik. Tehát ez világos kell, hogy legyen a számunkra, hogy ez közvetve vagy közvetlenül így kell látnunk. Tehát ez a mi víziónkban így jelenik meg az alsó B-pont között. Ez ugyanaz a dolog, mondja Rav, tehát látodok kell, hogy nekünk úgy kell látni a dolgokat, hogy minden a fej tetejére van állítva, ugye az agyunk fogja ezt a képet majd megfordítani. Tehát nekünk nincsen más választásunk, mondja Rav, hogyha nem rendelkezünk ezzel a fókuszponttal, akkor nincs meg az az edényünk, amivel valóban érzékelnénk mindent a megfelelő módon. Tehát az összes többi dolog, az valóban csak a mi vágyainknak a magyarázat, az interpretáció. Ez az a pont, ami valójában egyedül létezik. Egy izraeli tanuló kérdezi, hogy a cikkben írva volt, hogy az értefetti hit az kizárólag a cselekedeten segít, az, amikor az ember hisz abban, csak akkor kapja meg az erét annak, hogy az értefettibe tud belépni. Ez így van, magyarok. Tehát amikor a fény ragyog az emberen egy bizonyos mértékben, akkor tud az adakozásnak egy bizonyos formához eljutni, és akkor tudja megragadni a valóságot ezen a fajta módon. Ez jelenti azt, hogy az ember elkezdi érezni és magyarázni a valóságot helyes módon. Ez az adakozásnak az ereje. Tehát csak amikor az ember fölemelkedik mindennek, a reformáló fény segít ebben. Az emberek addig várnak, hogy kérdezhessenek, helyes mondjanak. Tehát a legtöbb cikkében válaszolom a teremtő igazolásáról beszél. Tehát ez a feladat. Tehát nem arról beszélek, amikor én olvasok, hanem amikor én hanem arról beszélek, mondja Motibor, amikor belül a szívem mélyén megpróbál kelni egy állapotot, hogy igazolom minden cselekedetében a teremtőt. Tehát lehetséges elérni ezt azzal az erőfeszítéssel, hogy amit mi teszünk, vagy várni kell, hogy a reformafény segítsen ebben. Erőfeszítés. Rav. Fel tudod gyorsítani az időt, ez kétségtelen, azáltal, hogy ebbe az irányba indulsz, hogy hagyja, hogy a fény befolyásolni téged, és akkor felfedező minőséged, de a fény nélkül semmi sem fog történni, mondja Rav. Tehát nincsen spirituális, megkülönböző képesség a fény nélkül. Tehát te kizárólag csak azáltal, hogy magadra vonod ezt a fényt, tudsz kilépni a szenvedésből, anélkül, hogy tehát semmi nem történik, anélkül, hogy ezt megneted a fizikosságban. Tehát nyilvánvalóan ezen a módon történik, csak a szenvedés által, neked ezt tudnod kell. Tehát semmi nem történik a fejlődés szempontjából a fizikai módon,
hogyha nem a fejlődés nyomás alatt a fény hajtja végre. Oké, tehát még néhány oldal ezelőtt Marhaszalán mondta, hogy az erőfeszítés az, tehát az erőfeszítésre kötelező vagyunk, de hogyan fókuszáltunk az erőfeszítésre? Tehát a reformáló fény segítségével, hogyan tudjuk, tehát hol tudjuk megtalálni azt az állapotot, amikor egy ilyen inverziót csinálunk, hogyan igazoljuk a teremtőt? Mindenek előtt mondja Rav, nekünk mindig agymosást kell tartani az anyagokkal, bárhol vagy, neked figyelni kell az anyagokra. Én ajánlottam már sokszor, mondja Rav, hogy a samati cikkeket hallgassátok a legtöbbet, vagy leveleket olvassatok, amik... Tehát valami olyasmit mondja rá, ami személyesebben megragadható, amelyek a teremtőre való, teremtő irányába való munkára fókuszálnak még jobban, mint előtte. Tehát amelyek kivezetnek a személyes állapotokból bennünket, és az elsődleges dolog mondja rá, a tanulás, hogy nem, nincs más választás neked, annyit kell csak tanulni, amit csak lehet. A tanulás nyilván azt jelenti, hogy figyelsz. Tehát ez nem a megértésedet tornáztatod az intellektusodat, hanem az anyagok befolyás alá helyezed magad. Abba az áramlásba helyezed magad, amikor az anyagok áramlanak körülötted. A második dolog az a csoport. Hogy meg kell kísérelned a valamilyen mértékben a kapcsolaton dolgozni egész addig, amíg ez nem lesz a legfontosabb a számodra. Nyilván van a terjesztés, aztán más dolgok, amelyek a világ korrekciójához kapcsolódnak. A legfontosabb dolog a tanulás, és utána a csoport. A tanulás nélkül a csoport sem fog neked segíteni. Ahogy az írva van a 10 fila tanulmányának bevezetőjében, hogy nektek magatokra kell vonni a reformáló fényt, ami a csoporton keresztül ér el benneteket, és így kell hálásnak lennetek. Tehát szükségetek van anyagokra, amelyet a kabalisták írtak, amelyek a felső fényhez, a felső forráshoz kapcsolnak benneteket. Mit kell tennünk? Tehát egy olyan módon, hogy tudunk cselekedet végrehajtani? Tehát, hogyha én figyelem a leckét újra és újra otthon, akkor én alig bírok más cselekedetet csinálni. Nem rám kell figyelnetek, mondja Rav. Én azt ajánlom, hogy magatok olvasatok. Nyilván nem... Ne a leckét ismétek meg. Van amikor leckék, amit fontos lehet nekem még egyszer, de nem rajtam kéne lógnatok, hanem válaszolom és Ravason. Én ezt komolyan mondom nektek. Ez összesen előny. Oké, na de hogyan lehet ezt a legközelebbi módon megragadni? Nem. Meg kell kísérletek a forrásokhoz kapcsolódni. Én nem vagyok forrás, mondja Rav. Én arra tanítom benneteket, hogy hogyan használjátok a forrásokat. De komolyan mondom. Tehát nyilván ez nem arról szól, hogy én... Én nem álszerénységben mondom ezt, hanem gyakorlatban, hogy hogyan tudtok előre haladni. Tehát én most a ti előadásotok érdekében mondom ezt. Tehát amit ők írtak, a szó szerint maga a fény. Én csak irányozlak benneteket. Ha van időtök, mondja a... Igen, vannak leckék, amelyek különlegesek, amiket érezhetünk, az rendben van. De... Próbáljátok meg elmélyülni az anyagokban, amiket Bála Szalami írt és Rabas. Rabas azt mondták mondani, hogy nagyon függ attól, hogy melyik cikkre van időtök, ez nem egyszerű probléma. Rabas... az majd később lesz csak világos a számunkra, ahogy haladunk előre. Én most azt javaslom, hogy a harmadik kötetét olvassátok Rabasnak. A rövidebb cikket,
azokat sok a személyesen módon írta meg. És itt megvannak az eredeti írásai is ennek. És akkor jobban érezhetitek őt. Ezt ajánlom. Cvika. Tehát most már megértetjük, hogy a szenvedés az kizárólag a felkészülés az igazi szenvedésre. Miről gondol itt? Az igazi szenvedés az azt jelenti, hogy még nem értük el ezt az állapotot, ahol valóban mindenki felé adakozni tudunk, ahol mindenkit szeretni tudunk, és ezen keresztül a teremtőt is szeretni tudjuk. Ez az igazi szenvedés, a szeretetnek a szenvedése. Na de ez edény szenved? Vagy kinek a szenvedéséről beszélünk itt? Igen, az edény szenved. Oké, na de... Akkor kérnünk is kell ezt a szenvedést? Nem, mondja rá. A szeretetet kérjétek. De szenvedés kapsz abból, hogy még nincs szereteted. Oké, de itt azt mondja, hogy az igazi szenvedés az valami, amit az embernek el kell érnie, különben nem ért el semmit, ami spirituális. Ez így van. De ez egy jó szenvedés, ez édes szenvedés. A szenvedést az, amikor valóban amikor én érzem a szeretetnek ezt az állapotát, majd eljutunk oda, hogy érezni fogjuk ezt. Tehát ön azt illusztrálta, hogy a csoport és a kapcsolat hogyan működik, de én nem tudom megérteni pontosan, hogy mi is a kapcsolat, meg mi is a dolognak a lényege ebben. Tehát nektek el kell jutnotok ahhoz, hogy magatokat kell fókuszálni a színben levő pont alapján, a sűtőre kell törekednetek, és hogyha jól fókuszáltok együtt, akkor valóban egy nagyon lényeges ponthoz juttok a spirituális érzékelésben, és akkor elkezditek látni majd a spirituális állapotokat, a spirituális világot, amit a teremtő megteremtett, és elkezditek érezni ezen keresztül, hogy ez az edény, amivel föl lehet fedezni a felső világot. Oké, na akkor mi az a pont, az a kölcsönös sóvárgás? Mi az az edényben, amiben érezni kell másnak a sóvárgását? Tehát mit jelent az, hogy másnak a sóvárgása? Hogy lehet ezt érezni? Amikor mindannyian egy célra vágytok, hogy elkezditek érezni együtt, azt, hogy az a célhoz akartok kapcsolódni. Akkor megjelenik, mondja Rav, egyszer csak egy kölcsönös vágy, más szóval, vágytok valamire, és mindeközben el vagytok választva egymástól, valóban vágytok valamire, és akkor ahogy elkezdtek kutatni, ahogy elkezdtek vágyni arra, hogy elérjétek, hogy is mondjam, mondja Rav, hogy megérintsétek az adott dolgot valamilyen módon. Akkor az összes erőfeszítés bevonza a reformáló fényt, befolyásolni fog benneteket, és ilyen módon közelebb kerülhettek egymáshoz, és ez fokozatosan valóban közelebb visz egymáshoz benneteket, ezen keresztül elértek a kapcsolatnak egy nagyon magas szintjéhez. A reformáló fény az erőfeszítéseitek által újul meg. Ez visz benneteket egy kapcsolathoz, még ha nem is tudjátok pontosan, hogy működik. Tehát én nem tudom pontosan, hogy mire gondol, amikor azt mondja, hogy ti, igazadban értem, hogy miért mondod. Tehát ez nem szükségszerűen, az nem a tízes kör, akit magatok előtt láttok. Tehát érezzetek kell, hogy van valami közös vágy. Én arra gondoltam, az a ti. Tehát nézzetek, ti teszitek az erőfeszítést, de ezt nem tudok ennél többet mondani. Nem tudom, csak ezt tudom elmagyarázni, hogy az ember
Ben ez létezik, és én mondom még egyszer, hogy a szándék a legfontosabb. Tehát össze kell rakni az a szándékokat, amire csak lehetséges, és a célra kell sóvárogatok. Az összes többi az erőfeszítés fölött jelenik meg a felső fél nyomása által. Csak nektek nem szabad abba adni az erőfeszítést. Tehát mindenki a saját erőfeszítést teszi meg, és a fény összeadja ezeket? Hát persze, mondja rá. Hát te gondolod, hogy te fogod összerakni? Hát nem tudod. Tegnap nagyon sok izgalom volt. Tehát én végig gondoltam a barátokat, a közösséget. De alig láttam, alig éreztem az örömet. Hát mert nem értetek el megoldásokat, de mi megoldás? Mondja a kérdésre. Az ítéletnek a megédesítése. Majd jön ez. Tehát igen, vannak nehéz pillanatok, de nem tudok ennél többet mondani. A bínának, vagyis az Isten által támogatott kapcsolatnak az édes íze át fogja hatni azt az ítéletet, amik vagytok. A harmadik paragrafusban azt írja, itt mondta a hivatkozásos rát, hogy az embernek hinnek az értelmetét erejében, az azért teremti a világot, jóságos módon vezetés az embernek, éreznie kell, hogy az értelemben ezt nem tudja megragadni. Én szeretnék hinni az értelem feltét állapotában, de azt az értelemben kell megtalálni, vagy hogy van ez? Rav. Ez nem ugyanaz az edény, ami előtte volt, magyarabb. Tehát nekem kérnem kell, hogy a felső fény korrigálja az edényeimet az értelemben is, és ezt az értelemben nem tudom elérni egyáltalán. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a kapnakarásom, a kapnakarás érdekében semmit fel fog nekem föltárni. Nekem a megszerzés adatokozás érdekében irányulsági edények fognak ebben segíteni. Nem csak azért, mert a fény által befolyásol vagy felülről. Ez egy különbség az adakozás érdekében állapota, amely a hit, és azáltal, hogy te megszerzel az adakozás érdekében, nyilván ez az értelemben nem megy. Tehát ez a dolog majd később fog megjelenni. Hogyha én jól érzem, tehát én belül értem, hogy a teremtő jó és jóságos, és látom, hogy ő jó cselekvő, az egyetlen dolog csak az a probléma, hogy én még nem jutottam el ide. Ez a kezdete a helyes irányultság annak, amire haladunk? Igen. Hogyan kapjuk meg a képességet, hogy a szenvedés, tehát hogyan viszonyul ez az illusztráció ehhez, amit ő lerajzolt? Én a szenvedést nem a teremtőnek tulajdonítottam, és nem is azt rajzoltam ide le, hanem... hanem az ő, az, hogy az én egoista vágyém, hogy viselik el az ő közelségét, ez az igazi szenvedése. Tehát a szenvedés nem tőle jön, de mivel? Az ő minőségei adakozó, aki szeretetteljesek, ezért ezzel, hogy közeledik hozzám, ezek én gyűlöletnek érzem, és szenvedek. Valóban, a teremtő közelítése okozza ezt, de nem azért, mert ő maga szenvedést akar okozni, hanem sokkal inkább az, hogy közelebb kerül az ő minősége az enyémhez, ez az én minőségem, ezt alig bírja elviselni. Ezt kérdezted? Kérdezi Jakob Kától? Na de itt a diagramon, hogy lehet beilleszteni? Sehogy. Na de ezen a diagramon látszik a szenvedés. Ez a rajz, ez csak arra mutat rá egy problémára, arra az elvre, hogy hogyan tudsz a teremtőre fókuszálni. Az, hogy az érzékelésedben hogy jelenik meg a teremtővel való problémáid, nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy neked a spirituális oldalról kell ezt mind látnod. Tehát neked a spirituális világot kell érzékelni ezen a módon. Oké, tehát az én valóságérzékelésemben... Tehát nem emlékszel ebbe az iskolából erre a rajzra, mondja Rav? Tehát nem emlékszel erre az ábrázolásra, hogy a kép hogy keletkezik az emberi szemben?
Hát a fizikát nem tanultatok, vagy optikát, ezt a minimális optikát, ne idegesítsetek magyarok. Hát az öt osztálysak. Illetve Izraelben 9-esnek mondják, mert az óvoda 4 évet beszámolják. Oké, okay, tehát na jó, ez az ötödikes volt az előző generáció, de őszintén mondja, ezek a dolgok olyan, mindenkinek tudnia kéne, hát ez egy alapiskolai probléma. Oké, okay, a rajz önmagában azt demonstrálja, hogy én érzékelem a valóságot, nem? Meg azt, amennyire ellentétes a valósággal, magyarabb. Tehát ami felül van, az valóban alul van, ami alul van, az felül van, ugye a fejtetén rejtett képet érzékelsz. Teljesen ellentétes képet érzékelsz a valóságról. Tehát egy ellentétes képet látsz a valósággal, és az agyat fordítja meg. Tehát a fejedben egy másik kép keletkezik. Az agy, mondja Rav még egyszer, megfordítja. Tehát vannak kísérletek, hogyha vesztek egy képet, ami megfordítja, vagy van egy szemüveg, ami fejtetelejtje a képet, néhány nap múlva az agy visszafordítja. Tehát az elme az, ami a képet invertálja. Ezt már az interneten is láthatjátok, tehát... Jakoka, amit megpróbálok kérdezni, tehát az én képességem, ami a valóság helyes érzékelésére irányulnak, hogy mindent a teremtőnek tulajdonosítjak. Tehát milyenek ellenem az én hozzáállásomnak a teremtőhöz, hogy valóban ennek a diagramnak az alapján. Ez a diagram, ez a rajz, mondja Rav, ez nem tartalmaz mindent, ami a valóság érzékelésére a teremtővel kapcsolatothoz kell. Az egyszerűen azt írja le, hogy az edény hogyan érzékel a valóságot, hogy ez milyen fajta érzelmi állapotokon viszi át, ez nincs ide rajzolva. Tehát nektek kell, hogy legyen egy pont, amiben valóban a fény megfókuszál benneteket egy irányba, de hogy tudjuk ezt megtenni? Azzal a feltétele, hogy kiépítetek a kapcsolati pontot, azt a fókuszpontot, amin keresztül a valóságot látjátok. Ez csak erre irányul. Hogyha az én fókuszpontom az nem stimmel a retinámhoz, vagy bármihez, ahol érzekem a képet, akkor egy szemüveget kell vennem, amely önmagában olyan alakú, olyan formájú, olyan módon működik, hogy hiszen a retinám már elvesztette a fókuszpont formáló képességét, és a szemüvegem megformálja ezt. És akkor én világosan és tisztán fogom látni azt, amit előtte láttam, ugye ezen a spiritualitásban. Pontosan, csak neked a spiritális világérzékeléshez kell egy spiritális szemüveg. Ez a csoport. Oké, de világosan, hogy lássam a helyes hozzáállást a valósághoz. Tehát ezt a csoporton keresztül kell megadnom, a csoport fog engem fokuszálni helyesen. Rav, így van? Oké, na akkor hogyan jutok el a teremtőhöz? Hogyan jutok el ezen a diagramon keresztül az Istenhez? Hiszen nekem itt nincs, a diagramon nincs viszony a teremtővel. Feladom, mondja Rav. Akkor menjünk bele ebbe. Ez a pont, mondja Rav. Amin keresztül fókuszálnod kell a valóságra. Mi ez a pont? Ez a kapcsolat egymás között, ami a teremtő felismerésének a felismerésére szentelünk kapcsolatot. Tehát nekünk egy kapcsolatot kell létrehoznunk, az egónkat kell összekapcsolni, de az egót nem szabad sem figyelembe venni. Tehát mi csak és egyedül kizárólag a szívünkkel rakjuk össze, ez lesz a fókuszpont. Tehát két rész van bennünk, az első részünk az alakozásnak az ereje mindegy emberben. Ezt ugye egymás között a kapcsolat hozza létre, alul pedig a megszerzés ereje van. Tehát ezt nekünk kell ilyen módon kialakítani. Ez a Gálgatva Naim, ez pedig az a hab. Lényeg, hogy nevezzük, ennek most nincs nagy jelentősége. Tehát ez a rész, amit Gálgatva Naimnak nevezünk, ez hasonló kell, hogy legyen a teremtőhöz. És ilyen módon tudjuk érzékelni a teremtőt, hogy ez a teremtő. Mi az, amit mi megszerzünk itt? Demot.
A teremtőről alkotott képet szerezzük meg a fókuszponton keresztül. Miért van az, hogy a teremtőképe megjelenik? Azért, mert amit az érzékeink érzékelnek, azt abban a formában szerzik meg, tehát a 125 szinten belül, az első spéter szintről beszélünk, az első 10 szféráról. Így kezdődik el az, hogy ezt megszerezzük, az első 10 szférát, ezt a mi adakozási minőségeinket adják egy bizonyos szinten, és a teremtőképe valóban a korrigált vágyainak egy részében tud betükröződni. Oké, mondják okka. Mit ad nekünk ez, hogy a megszerzési erdényeink közelebb kerülnek az adakozási minőségekhez? Tehát a szenvedés, amin keresztül vagyunk az életünkben, ez hogy kapcsolódik ide? Te szenvedsz, mondja arra, egy szenvedés van rajtad, de csak addig, amíg el nem kezdődik a közelebb kerülés, és a fókuszálás úgy, ahogy... Oké, na, de akkor mit ad a szenvedés ehhez? Segít megteremteni, mondja a fókuszpontot. A szenvedés sem más, nem jó. Azt a piros pontot középen. Tehát az összes szándékot meg tudod tenni, hogy a spiritásra fókuszálsz együtt a többiekkel, és hogy távol akarod tartani az összes fizikai dologra irányuló szándékot, és akkor érezni fogod ebben a pontban, valóban nincs más rajta kívül, és hogy valamit látsz, az jóságos. Oké, tehát akkor a szenvedés az leválaszt engem a régi szándékaimról, amik a fizikaisághoz kapcsolódtak, így van, elkezded érezni, hogy a fizikaiság az valóban szenvedést okoz neked. Hát nézd meg a világot, mondja. A világ valóban szenvedésbe zuhan, egyre jobban és jobban, egyre mélyebben. Miért? Azért, mert meg kell értenie, hogy nem éri meg, mondja, elmerülni ebben a világban, mert ez csak bajokat okoz nekem. Tehát minél jobban benne vagyok ebben a világban, a vágyaiban, annál nagyobb bajban vagyok. Tehát akkor túl sok ideget kapok, vagy túl sok meleget kapok, és a szenvedés pontosan ettől tart távol engem. Oké, mondja a Jakoka. Tehát akkor a teljes tincó megszorítás az azért jelenik meg, hogy a szenvedésen keresztül érzékem a világot? Igen. Csak is a szenvedésen keresztül. Tehát minden, ami ki van épülve, és ami történik, az a szenvedés által ragadható meg. Ami azt jelenti, hogy van egy negatív érzés sorozat, aminek keresztül megy a kapnakarás, és akkor te... A helyes eredményt érted el ezen keresztül, és ha megpróbálsz előre haladni, tehát amikor te a helyes következtetéseket jut az út alapján, és megpróbálsz tovább lépni. De mit jelent az, mondja Jakoka? Neked a helyes következtetés azt jelenti, hogy számításokat vagy képes végezni, hogy mi miért okoz neked szenvedés, mi éri meg, mi nem éri meg, de más alapokon, mint eddig. Tehát mindig ez a következéshez kell jutnunk. Oké, mondják oka. Ebben a folyamatban mi a mi szabad választásunk? Mivel a szenvedés az jön, leválaszt bennünket a fizikaisággal való kapcsolatunkról, akkor mik azok a cselekedetek, amik valóban segítenek ezt a fókuszpontot kiépíteni? Nincs egyetlen cselekedet. A világ, mondja, az egy sokarcú dolog. A világ az tulajdonképpen az, hogy hogyan vagyunk mi magunk is felépítve. Tehát nekünk szükséged van a tanulásra ehhez, a csoport, egyéb tevékenységre, ez a legfontosabb dolog. Tehát a tanulás és a csoport. És ezen túlmenően, mivel ami történik manapság, nekünk a terjesztésre szükségünk van az általános korrekcióra. Ezt a három dolgot kell így végig gondolni, de a legfontosabb dolog a tanulás a csoportban, ahogy az mindig is fontos volt a kavalistáknak. De a mi időnk különlegessége miatt a terjesztésben sokat kell fektetnünk. De mi a különbség a teremtő és a teremtőképe között? Nincsen teremtő kívül. Én nem tudom, hogy ez mi.
Ide értem, hogy teremtő, de fogalmam sincs, hogy mi van. Érted? Tehát ez nem létező dolog a számomra. Tudom, hogy ott van, de nem tudom, hogy hogy néz ki. Tehát van egy magyarázat, hogy van ott valami, van magam gyökér, de én ezt nem egyszerűen fedezem föl. Tehát amikor én felfedezem, akkor úgy lehetséges, hogy gyere és láss. Tehát meg a képét fedezem föl magamban. Ilyen sem van egy megfelelő helyen. Semmit nem fedezek ki, ami, fel, ami kívül van. Tehát amit felfedezek, az az, hogy az én minőségeim, vagy az általam érzékelt minőségek hogyan formálják meg, és hogyan integrálják egy különleges módon ezeket a dolgokat, úgyhogy a teremtőt kezdem el érezni. Na de hogy, mennyire különböző a te érzés az enyémtől, ezt nem tudjuk. Én nem tudok belépni a te edényembe, te meg nem tudsz belépni az enyémbe. Ez egy közös edény. Tehát miután mi megtaláljuk majd a végső korrekciót, akkor a végső korrekció egyre jobban valószínűleg abhoz a ponthoz vissza, hogy egy kollektív formát tudjunk fölvenni, de addig nem. Tehát amennyire mi valóban érezhetjük a többieket, érezhetjük önmagunkat, ezek csak szavak. Mert valóban mi nekünk nincsen meg a lehetőségünk, hogy ezt megvizsgáljuk. Tehát nem tudjuk egymás érzékeset megvizsgálni. Tehát ez a világban minden tudomány erről beszél egyébként. Tehát általánosságon mondja, minél jobban közelebb kerülünk ahhoz, hogy belépünk a spiritualitásba, kezdjük el látni, hogy a két világ valóban, ami bennünk van, az két vízcseppe ugyanabban a tengerből. Tehát a jelenség, az anyag változik, amit elér, de valójában a forrás nem. Oké, tehát a teremtő képe az az alkotás minősége? A teremtőnek a képe az az, amit érzek, amit látok a saját minőségeimben, a saját hiányomban, megoldásaimban, tehát mindenben, ami történik, minden, ami megformálódik körülöttem, a cselekedeteimmel, az adakozás érdekében, ezt nevezzük a teremtő képének. A Rahamim, kegyelem, nem tudom, kinek mondta rab. Hogyan tudjuk mi összekapcsolni a vágyódást, a resimót, az érzést és az értelemfetti hitet, és ezt mind arra pontra fókuszálni, mert az összetapadás. Te nem tudod ezt megtenni, mondja rab. A felső fény tudja megtenni egyedül. Tehát te ezt nem tudod megtenni. Mi kizárólag megkísérelhetjük azt, hogy megkísérjük ezt a kapcsolatot, de nem tudjuk, hogy le kell megtenni. Tehát mi kizárólag a bal vonalat fedezzük föl, az egót. De tartsd már a mikrofont, amikor közben beszélsz magyar a vasárcnak. Tehát ez a bal oldali sárga vonal az, amit mi felfedezünk a teremtőnek a vonalat, de mi nem fedezzük föl magát a teremtőt. Hát de hogy fedeznéd föl az acmútot, a lényeget? Tehát még egyszer magyarabb, neked a lényeget pont abban nyilvánul meg, hogy egy koncepciót kell megragadni, amit még nem értél el. Tehát én nem a teremtőnek a lényegiséget kurolni, hanem lásd a különbséget mindenbe. Oké, mondja a srác, tehát hogyha én a szövegre akarok tapadni, és érzelmek arra akarok olvasni, és el akarom érni Bála Szolámmal a formaegyezést, hát ha ezt megpróbálod, ez jó. Menjünk át a leckék következő részére.